Tiszteletel és szeretettel köszöntök mindenkit a gyakorlatunkon. Mondjuk el az Ómnám nah, Mantrát közösen, hétszer. Om, na. Köszönöm szépen. A zen három nagyon fontos eleméről szeretnék ma délután beszélni bevezetőként. Ez pedig a nagy kérdés, a nagy bátorság és a nagy hit. Nagyon sokféle magyarázatot hallhatsz erre. Különböző fogalmak alatt ezek léteznek más iskolákban, irányzatokban is. De mindenképpen a kérdéssel kell kezdenünk. Mindaddig, amíg a kérdés nincs meg, addig valójában nem léptél az útra. Tehát te tanulhatsz, olvashatsz, művelődhetsz, összeszedhetsz technikákat, járhatsz egy csomó helyre, amíg belül a kérdésed nincs meg, addig semmit nem haladtál. Jártál körbe, 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 körbe. Amíg nagyon sok kérdésed van, addig a tudatod felaprózódik. Minden kérdésre önmagában keresi a választ. Utána meglátod az összefüggéseket, meglátod a mély szerkezetben az egyszerűséget, és rájössz, hogy a tízezer kérdés valójában egy kérdés. És amíg ezt az egy kérdést belül nem tapasztalod, addig a jelenségek mindig külön-külön a maguk diszkrét, duális, Megkülönböztetett módján léteznek. Ennek a kérdésnek a tapasztalata az, amely a tudatot egyben tartja. Olyan, mint amikor a mágnes végre beáll egy olyan helyre, ahonnan az összes vasdarabot magához ránthatja, átmágnesezi, és így ezek a vasdarabok a mágnessé válnak. A mihez kérdés nem pusztán egy befelé irányuló, Egyszerű kérdés, hanem mindennek a gyökere. Hogyha idáig eljutsz, akkor a jelenségek gyökeréig jutottál el, ezért a neve huató kínaiul, vagy huadú A hua az a jelenség, a virág, a megjelenő, a kinyíló, a du pedig a fej. A jelenségeknek az eredete itt belül a tudatban van, illetve ott kívül a világban van. És hogyha a kettő egyé válik, akkor a nagy, a világ, és a kicsi, a te lényeged is egyé válik. Ezért a kérdés működése az, hogy a gondolkodás folyamát megszakítja, az elme tudatos működését felfüggeszti, és előbb-utóbb kiiktatja azokat a téves nézeteket, amelyek mindig a kapzsiság és a harag reakcióját váltják ki. Innen tudod, hogy tévesek. Hogyha a nagy kérdést kellő ideig tapasztalod, akkor a tudat letisztul, mint a tér, mint a tükör. Ehhez viszont hatalmas bátorság kell. Miért? Mert nagyon sokszor el akarod hinni azt a karmát, ami belül van. Nagyon sokszor szeretnél azonosulni azzal, ami a lelked vagy a világ. Nagyon sokszor próbálunk kibúvót találni, hogy ezért vagyok én ilyen, vagy ezért ilyen a világ. És a kibúvó azt jelenti, hogy elveszíted teremtő képességedet. Elveszíted szabadságodat, és így nem válasz felelősséget. Ez a három fogalom együtt van. Nézd meg, hogyha elveszítetted az egyiket, mondjuk az alkotó teremtő képességedet, azon nyomban a szabadság és a felelősség vele ment. Bármelyikkel kezded a háromból, ugyanide fogsz jutni. Tehát hatalmas bátorság kell, hogy ne akarj egy újabb fix identitást fölvenni, hanem lásd a személyiségedet úgy, ahogy az van. A karmádat az eredeti meg nem szilárdult állapotában, hogy pillanatról pillanatra eldönthessd, hogy szilárd lesz, folyékony, légnemű, vagy egyik sem. És innentől kezdve a tapasztalat alapján, a meghaladó bölcsesség gyakorlása alapján kialakulhat a hit. A zenben a hit nem írás vagy szóbeliség alapú. Nem valamiben, valakiben hiszel, hanem a hit az a nem név és nem forma tapasztalatán a nem tudható, de elérhető igazi önvalónk tapasztalata alapján következik be. Ezért jelenvaló, nem állítható vagy cáfolható, és nincs mögötte semmi olyan rendszer vagy dogmatika, amely megdőlhet. Az, hogy az égkék és a fű és mindezt a tudatunk teremti, ez minden pillanatban nyilvánvaló. Az, hogy ezen az alapon a helyzetet helyesen ismerjük fel, helyesen teremthetünk kapcsolatot, és megvan az esély, hogy helyesen működünk, illetve együtt működünk, ez mind a lehetőségeink közé tartozik. Hát ez a hit, ez nem olyan, hogy ha kiveszed a könyvet mögüle, ha elveszed a tárgyat mögül, akkor összeomlik. Ezért nagyon szilárd. És a bevezető végén azt mondom, egy olyan idézettel, amit több mint negyed évszázada használok, és nem hinném, hogy a következő negyed évszázadban kimeríteném. mester egyik nagyon fontos tanítása: Ha ez a pillanat tiszta, minden tiszta. Ha ez a pillanat nem tiszta, semmi sem tiszta. Épp ezért a meditációban nem valami speciálisnak az elérését gyakoroljuk, hanem annak a rendkívül különlegesnek, aminek te hiszed magad, annak a félretételét. Az elgondolás, és az újabb elgondolás között a nem gondolkodót megtalálni. Ez a feladatunk. És hogyha ezeket a képeket, elgondolásokat, ideákat félreteszed, akkor találsz valamit, amire eddig nem gondolhattál, mert nem elgondolható. És ezt a nem gondolkodót, nem tudhatót keressük. Ez viszont egy olyan munka, mint ahogy a régi kínai bölcsesség mondja, hogyan találhatnád meg azt a bikát, amelynek már a hátán ősz. És nyugaton e kérdés nyomán önvalónkat össze szoktuk téveszteni a saját önképünkkel. És itt követjük el a hibát. Vagy összetévesztjük más önképével, ami ugyanolyan hiba. Tér tehát vissza ebbe a pontba, és tapasztald a lényeget. Lásd meg, hogy a fatörzse barna, és a levele zöld, ezáltal tapasztalod az igazságot. És lásd meg, hogyha valaki éhes, akkor enni adunk neki, és ha szomjas, inni adunk neki, ezzel tapasztalod a helyes működést. Hát ennek a pillanatnak a tisztasága nem valamilyen abstrakció, és azon nyomban lefordítódik a helyzetfelismerés, kapcsolatteremtés és működés vagy együttműködés hármasságára. Ez az útja. Ezért van szükség a nagy kérdésre, hogy végre lebontsd a hamis képeket, az illúziókat, a felvett azonosulásokat. Ezért kell hatalmas bátorság, hogy egyikre se fizesse elő később, még amikor nagyon csalogatónak tűnik, akkor sem. És ekkor kialakul az a hit, amiről az előbb beszéltem, és ami mindenkié. Ami szerencsére kultúra, vallás és minden egyéb megkülönböztetéstől független. Kinek van kérdése? Én két nap gyakorlás után szeretnék a gyakorlásról kérdezni. Nekem például nehézséget okoz, hogy tartsam nyitva a szememet, másoknak sikerült, folyton becsukódik a szemem. Félig tartjuk nyitva a szemet, vagy résnyire. Tehát nagyon kevés módszertani ismeret maradt hátra, buthaszobrok formájában, de ez igen. Tehát ahogy ül, akármelyik szobrot nézett, téraváda a mahajának, teljesen mindegy, résnyire nyitva van a szem. És ez azért kell, hogy az energiád itt legyen lent a tantienben. Ha becsukod, akkor a szemgolyók fölfelé fordulnak, följön ide a homlok a prána vagy a csí, meghajtja a mozigépet, és akkor aztán van mit látni. Jó. A pislogás el fog múlni, tehát hogyha éppen... Nem, nem fog elmúlni. A szemnek egy, egyfajta nedvesítésre van szüksége és a pislogás az benne van a képben. Nehogy abba hagyd a pislogást, mert kiszáradsz itt, De értett, Azt tudom, csak úgy értettem, hogy ilyen, tehát, hogy nem lesz zavaró, vagy azt meg fogom szokni, hogyha... Úgy fogsz pislogni, hogy ne legyen zavaró. Jó. Mondtad a két módszert, ahogy az elején meditálunk kellene, vagy azt a két módszer szerint kellene haladnunk. Nekem folyton az egyik mantrából két sor, folyton az megy a fejembe, mikor próbálok meditálni, hogy, hogy ez hogy? Ez úgy van, hogy ilyenkor tanácsot kérsz. Ez azt jelenti, hogy a harmadik módszer, amit szándékosan kezdőknek nem tanítunk, nem azért, mert szűk vagyunk, hanem azért, mert nem akarjuk megzavarni az illetőt, de azt akkor sajátítja el a kezdő igazán jól, ha már az első kettővel, a nagy kérdéssel, illetve a térhang felfogása meg kicsikét megismerkedett, és nem rögtön zoomol rá valamelyik mantrára. Hát azért van ez, mert a te tudatodban is kialakult az, amelyet dallamtapadásnak nevezünk, és ez a dallamtapadás, ez egy akármilyen kis infantilis funkciónak tűnik, ez fontos. És a dallamtapadás az a léleknek egy olyan intuitív funkciója, amivel kiválasztja azt a mantrát, amivel éppen ott bíbelődni akar. Aztán kiderül, hogy az neki fontos. Tehát ezt a felnőtt elme még nem is tudja, hogy mi, de addig ismételgeti, ameddig az neki úgy jó. Aztán megtanulja, hogy akkor is, is ismételgesse, amikor nem jó. Úgy megy az mélyebbre, mint a fúró fej szépen a rétegeken át. Úgyhogy ezt érdemes az instruktorral, tanítóval megbeszélni, és akkor kiderül, hogy pontosan azt ismételjük, ami a dallamtapadás, vagy annak egy nagyobb testvérét. És akkor az ugyanúgy fog működni. Jó, köszönöm. Egyéb kérdés? Azt szeretném kérdezni, ehhez kapcsolódik a kérdésem, hogy amikor adtál nekem instrukciókat, hála érte, akkor nekem azt mondhat, hogy hogy pont hogy a mantrázást csináljam a meditáció alatt, és, vagy lehet, hogy én értettem félre valamit, és most egy picit össze vagyok zavarodva, hogy akkor. Nem még... voltál kezdő. Más iskolában már működtél, és neked akkor az kellett, nagyon fontos, hogy más gyógyszerét neved be. Amit én neked adtam, az neked szól, amit másnak adok, az másnak szól. Jó? Nem hasonlítjuk össze. Akkor továbbra is gyakoroljam a mantrázást? Erőteljesen. Jó, tehát akkor az ma... Jó, köszönöm. Erőteljesen. Szépen. Köszönöm. Napi 24 órán keresztül. Egyéb kérdés? Az otthoni gyakorlással kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy először csak a meditációt gyakoroljuk, és így a mantrákat azt akkor ne. Tehát nem meditáció közben, hanem külön. Vagy ne hallgassuk, tehát csak meditáljunk, vagy. Ilyet, ilyet hallottál? Akkor pontosítjuk. Gyakorold a mantrát, de hangosan énekelve otthon. Úgyhogy a környezet azt téged így is elfogad és szeret. Magyarul, ha lehet, énekelt hangosan. Hogyha hívnák a 112-t, akkor ne énekeld hangosan. És az mindegy, hogy mikor? Tehát van erre valami szabály, vagy teljesen mindegy, hogy mikor mantrázok, mikor A legjobb meditálok. reggel, mielőtt bármi elkezdődne. Reggel tessék a kóriai szívszutrával, magyar szívszutrával és nagy együttérzés dáranival indítani, ez a kávé, a tej, meg a cukor így egybe. Ez így jó. És akkor utána meditálsz egy egészségeset, egy fél órát, amit így elmondtam, az körül 45 perc. Ennyi kell, hogy legyen? Még a legdurvább ingázáskor is, még három gyerekkel is, mert megtanultál hamarabb fölkelni. Nekem az lenne a kérdésem, hogy az otthoni gyakorlatba a sétáló meditációt azt hogyan ö, tudom beiktatni? Felismered az otthon Bermuda háromszögét a hálószoba, a fürdőszoba és a konyha között, és így folyamatosan. Tehát, hogy, hogy az szabad, vagy hogy. Nem, hogy szabad, azt kell. Bejárod a házat, uh -huh. a lakást, az apartmant, és hogy járod be, közben meditálsz, mantrázol, énekelsz, újra felfedez a sarkokat. Ekkor szoktuk észrevenni, hogy mi mindent nem takarítottunk ki. Igen. Bizony. És ki is takarítjuk. Először belül, aztán kívül. Rendben, köszönöm. Szívesen. Szeretnék még egyet kérdezni. Ránézek Szumszám Zengmesternek a képére, és nagyon szeretem őt. Hogy ezt, ezt honnét jön? Ez belőled? Ez onnan jön, ez onnan jön, hogy ő is nagyon szeret téged. <laughs> Tehát én önmagamat? Nem. Nem? Hát nem nehogy tudom. már rövid alakuljon ki. Én nem tudom. Most már... Én sem tudom. Most Csak azt tudom, már... hogy ha ránézel, és valamilyen nagyon finom érzelem jelenik meg, akkor helyesen jársz az úton. Na most ezt nehogy elhidd. Semna. Általában az emberi öncsalás az fantasztikus méreteket tud ölteni, de nagyon fontos az, hogy mondjuk a tanítóval helyes viszonyod legyen, és azért azért érdekes az, hogy innen, melkasból milyen viszonyt fűz hozzá. Hát nekem elég sokféle volt, aztán úgy stabilizálódott. Mm. Van olyan, hogy ránézel a tanítóra, és így, te voltál, miattad vagyok ilyen te, a te tanításod volt az. Aztán rájössz, hogy hát ez nem éppen így működik. Egy jó tanító esetében a tanítás olyan tiszta, mint a víz, és néha pont olyan unalmas, vagy ízetlen is. És hogyha kígyó issza meg a vizet, abból méreg lesz. Ha tehén issza meg a vizet, abból tej lesz. Magyarul a te karmáddal keveredve lesz a tanítás az, ami. Jó. Kíváncsi vagyok, hogy kit ábrázol a legelső kép. Hát, ha jobbról nézed, akkor ő Kobong Sunim, Sunim, tanítója, a középső Mangong Sunim, Kobong Sunim tanítója, és még nagyon sok más, és utána Kiongho Sunim, a szakállas úriember, aki úgy néz ki, mint egy mongol kán, és kb. olyan kemény is volt, mint a kánok egyike. Úgyhogy mindháromról olvashatsz a könyveinkben. De ez a patriarkális vonalnak a Sunkszánszönyim fölötti három generációja, és hát nekik azért rengeteget köszönhetünk. Elmúlt 150 év nagy zen alakjai nyugaton nem annyira ismertek, de hogyha ők nincsenek, és nem rakják le az asztalra, amit, akkor ez a zen így nyugaton nincs, mert Sunkszánszönyim se kapja meg a tant, ahogy megkapta. Azt szeretném kérdezni, hogy a templom utolsó két gerendáján látható a kiírás gondolom korai, és hogy annak mi a jelentése? Publikus, megosztható? Megosztható, igen. Kínai, koreai írásjegyeket látsz, és nyolc év különbség van a két deszkaszák között. Az egyik ennek a teremnek szól, és azt mondja, tanúságot teszek arról, hogy itt egy zenterem épül. Ez egy 2006-os. Nagyon régi. 15 év. A másik egy 2014-es, amely a fönt látható, még állvány formájában szimbolikusan létező buddha termünknek szól, amely így olvastatik, tanúságot teszek arról, hogy itt egy buddha terem épül. Ezek az úgynevezett gerenda emelő szertartásnak a részei. Kóreában ezek eltűnnek, ugyanis tényleg az utolsó gerenda darabot így megfestik, és felteszik a tetőre, így az épület szerkezetkész lesz az ottani fogalmak szerint, és az ácsok ekkor szokták megkapni a fizetségüket, mert az ő dolguk itt befejeződik, és utána jönnek a tetőfedők, a nyílászárók, a belső tér, stb. stb. És innentől kezdve a gerendelmelő szertartás az a fele az építkezésnek. Mi ezt az elején tettük, tehát az alapkül nem lett volna olyan látványos az egész, mert egy kődarabot beleteszel a földbe, körbejárod, énekelsz, és akkor megyünk tovább. Egy gerendát fölemelni sokkal szebb és sokkal jobb. Én ezt az elejére tettem, és a kóreiak boldogan követték ezt a kérésemet, egészen nagy tiszteletűek is, és elmondtam, hogy ez miért fontos, hogy itt a kezdet nagyon nehéz. Náluk a folytatás az, ami állandó, ceremóniákhoz kötött, mi teljesen szűzföld vagyunk buddhizmus és zen szempontjából, még akkor is, hogyha évtizedek óta ismerjük a tant. De cselekvés szintjén épületek, szanga, megnyilvánulás, folyamatos tanítás szintjén ez egy nagyon friss dolog. Ez mind belső, mind külső történés. Tehát, hogyha helyesen tanítjuk a meditációt, és helyesen élünk, építkezünk, akkor az emberek joggal hihetik azt, hogy ez pozitív változást hoz az életükben illetve azért az épületeknek ad egy érdekes teret. Tehát amikor tudod, úgy lépsz ide be, hogy ez meg volt 2006-ban egy ifadarúval fölemelve a beton közepén. Utána pihent ez az egész brutó öt évet, és akkor lett ez az egész kész, akkor azt mondjuk, hogy igen, ez ott van. A nagy terem még többet fog pihenni, mert előtte a nagy termet kellene megépíteni, ott már alapkületételi lesz, és a közepén lesz a gerenda elő, ahogy az irodaépület esetében is volt. Ez két nagyon szignifikáns pont, a kezdet és a vég. Miért? Az első zenteremmel indul egy zentemplom. Ez egy kis zenterem, akármilyen szépen elférünk benne, és a végpont a nagy buddha terem felépítése, mert amikor az elkészül és a főoltár buddháját megnyitják szemnyitó szertartással, akkor a templom elkészültnek tekintendő attól még messze vagyunk. Ezzel kapcsolatban szeretnék kérdezni, hogy a korában a legnagyobb befogadó képességű zenterem az mekkora van róla a tudomásod? Koreában a legnagyobb befogadó képességű zenterem az kb. 140 négyzetméter. És azért nem nagyobb, mert azokat az embereket ki is kell szolgálni. Lelki táplálékkal és testi táplálékkal egyaránt. Tehát szertartás vannak sokkal nagyobbak. 1000 négyzetméter fölötti. Elképesztően nagy buddha vannak, ahova több száz, esetleg egy ezer ember is befér. De ez mindig egy nagyon-nagyon bensőséges, családias műfaj volt, amikor meditációról van szó. Tehát a mi elvonulásaink ezért vannak így 35-40 főben maximálva, nem csak azért, mert kezelhető, hanem azért, mert így mindenkinek látom az arcát. Nagyon fontos az, hogy ez az egész embertől emberig legyen, és a tömeg nem emelje az egyént, a tanítót föl olyan magasra, hogy már senki nem látja, csak a róla alkotott képet azt viszi magával, de a tanítót magát nem látja. És a tanítást magát nem kapja meg, hanem egy ilyen nagyon-nagyon származtatott kép és hanganyagot, amely hozzá már nem szól, mert nem ül vele szemben, nincs közel. Érted? Mangong középső nagy tanítónk, zenmesterünk, az ő zen termében, volt szerencsém ülni két telet, 290 napot, 27 fő fér el a zenteremben, amelynek a területe akkora, mint ez. A beosztása más. És éppen ezért a nagy zentermünk, amely lent fog épülni egy kicsit az út túloldalán, annak az összterülete annyi, hogy kényelmesen 40-45 ember befér. És nem több. Azt a méretet Kóreában már tapasztaltam. Egy 8x13 méteres belterű aranymetszésben lévő zenterem úgy, hogy az aranymetszést Kóreában nem ismerik, az úgy véletlenül jött ki. Tehát az azért Fibonacci nem volt rezidens, tehát az egy másik történet. Nagyon érdekes volt azt látni, hogy hogy meddig megy az enterem, mint érzet, és mikor kezdődik a reptér. És voltak olyan nagy szertartástermek, ahol elképzelhetetlen lett volna, hogy zenmeditációt folytass, mert elveszel benne. Jó? Tehát ennek, itt van egy optimális nagysága az egésznek, és ezt tartjuk is. Nézzünk, amikor egy birodalom túlterjeszkedik, amikor a templomok az ég felé törnek, amikor a lakóházak helyett ilyen több tucat emeletes szörnyűségek épülnek, az emberi túlzásnak egy olyan megfogalmazódása, amely mindig embertelenedéshez vezet a végén. Mindig. Nézd meg. Úgyhogy ezt, ezt nem vagyunk hajlandóak bevállalni, épp elég feladat van a nélkül is. Én azt szeretném kérdezni, hogy a hétköznapokban, ebben a digitális világban két kamasz fiúval, hogyan tudom a dualitás függetlenséget megtartani, vagy egyáltalán szükséges-e? Meg kell haladni, mint ahogy érdemes néha drónról így a tájat fölülről látni. De hát két kamasz fiúval, meg valahol az apjukkal a kölcsönhatás az a helyes dualitások gyakorlása. Az adás és a kapás, a jó és a rossz, a szeretem és a nem szeretem megfelelő egyensúlya és a két kamasz fiú esetében pedig az, hogy hogyan önállósítod őket úgy, hogy épp akkor nem mennek ettől a falnak. Tehát ez egy nagyon nagy kérdés. És ha a falnak mentek, akkor elfogadják ki a kötszert a vérző sebeikre, vagy már az sem. De a tapasztalatot nem lehet kizárni. Az ember útját csak egyengetni lehet, de meghatározni nem, mert mindegyikünk a saját karmáját éli. Én azt látom, hogy minél hamarabb adjuk meg a kreativitás tapasztalatát a gyereknek, annál korábban fogja a saját felelősségét észrevenni. Mert önállóságot kapott a teremtésben, és ezért felismeri a következményeket a teremtettségben. És a kettő nincs meg egymás nélkül. Nagyon jó példa az agyagozás, korongozás. Hát odaülsz a korong elé, Ráteszed az agyagot, és elkezded szépen nedves kézzel húzni fölfelé. Amilyen alakja annak lesz, azt te csináltad. Az biztos. Ha megmérgettél, dróttal levágtad, összegyűrted, visszadobtad, újragyúrtad, akkor az is te voltál. Ha megtartottad, kiégetted, elajándékoztad, eladtad, az is te voltál. Tehát ezekre a kreatív folyamatokra nem csak azért van szükség, hogy készségfejlesztés. Persze, az is kell. De ráébredni, teremtő emberi mi voltunkra kreativitás nélkül nem fog menni. Óriási szerepe van. És ezt növelni úgy, hogy tényleg, ha jól csinálod, magad ura vagy. Ha rosszul csinálod, mások uralkodnak feletted. Köszönöm. Szívesen. A háromnapos gyakorlásnak a közepén ö, vagyok, ö, próbálok ö, nem csak itt lenni, hanem megérkezni végre ezzel kapcsolatban a szangának a szerepéről, hogyha tudnál pár szót mondani, mert nagyon érdekes a csoportdinamika, ugye akkor, amikor egy napra jövünk, akkor, amikor három napra jövünk, akkor, amikor változnak körülöttünk a társaink, és a szanga fontosságát ezt hangsúlyozta többször. És nem lehet eléggé hangsúlyozni, különösen magyar társadalmunkban a csoport szintű gyakorlat, a csoport és az egyén viszonya, a kölcsönös bizalom és segítség kölcsönhatása, ezt nem lehet elég hangsúlyozni, mert annyira sérült. Tehát generációkon keresztül nem tudtunk megbízni egymásban, és a csoport és az egyén viszonya enyhén gyanús volt mindig, hogy mi történik az egyénnel a csoportban, és a csoport hirtelen mivé válik valamilyen rendező elválta, vagy annak változása következtében. Tehát a szanga egy elképesztően fontos megtartó erő, és nem valamilyen szürke tömeg, ahova te betagozódsz, és a közös gyakorlat az nélkülözhetetlen. Szungszerzőnyem ezt úgy mondta, hogy az egyéni gyakorlat nem rossz, nem jó, de nem elég. És a közös gyakorlat olyan, mint amikor egy rakás krumplit beleraksz egy vajlingba, fölöntöd vízzel, és egy rúddal elkezded kevergetni, és a vízben a krumplik elkezdik dörgölni egymást, és lemegy róluk a csomó minden, például a véleményalkotás, az önkép, a hiedelmek, a szélsőségek, és ezért nagyon fontos a közös gyakorlat. Még úgy is, hogy mondjuk egy haladó elvonuláson nem szólunk egymáshoz. Nincs közvetlen ilyen érintésszintű kapcsolat. Nem beszélgetünk egymás karmájáról, de mégis a közös jelenlét, a közös viselkedés, a közös gyakorlat, ez mind-mind véleménygyilkos mind-mind egófal vékonyító, ha jól csináljuk, áttörő is. És ezért nagyon nagy szükség van rá. Előbbiek mellett is azt mondom, hogy nagyon kellemes kezdők között lenni, mert ez a dörzsölődés, ez, ez elég erőteljes csicsergéssel együtt jár, tehát még hibázunk. Itt a csicsergés megengedett, ahogy hallhattátok az instrukcióban, de kevesebb, mint a hétköznapokban, és több, mint a haladó elvonuláson. Ez a csicsergés még egy kicsit az olaj, a kis kenés ahhoz, hogy kényelmesebben érezd magadat. Ezt az átmeneti formát azért találtuk ki, mert a 100%-os hétköznapi külvilági karma, ha bejön ide, akkor olyan vákumot érez a nulla százalékban, hogy azt hiszi, hogy itt baj van, hogy itt valami teljesen más folyik, mint ami neki kell, és aztán szépen lassan rájön, hogy itt nem elvonási tünetek vannak, hanem tréning van, fegyelem van, azért, hogy a fókusz, az elhatározás, az erőfeszítés meghozza a gyümölcsét. És itt is szándékosan fokozatokat építettünk be, például az egynapos és nem szigorú csendes gyakorlat. Tehát a közös erőfeszítést nem lehet túlbecsülni hogyan számoljuk föl közös akarattal a széttagoltságunkat, a dekoncentráltságunkat, esetenként a szétesettségünket úgy, hogy elkezdünk tudatilag, lelkileg egy egyénileg eldöntött, de közösen gyakorolt irányban menni. És ez a nem tudható, de tiszta, tükörszerű, térszerű önvaló tapasztalása itt, ebben a teremben. Máshol más? Máshol teljesen más lehet és akkor azt az egységet, azt a rendező elvet tapasztalod. De itt egy nem duális tapasztalat felé megyünk mindannyian, és hogyha ezt jól csináljuk, azért tud ilyen üdítő lenni a szangában való jelenlét, mert a felszabadultság megszorozza önmagát. És ez nem szabadossággal vagy valami szélsőséggel jellemezhető, hanem egy belső felszabadulás, megkönnyebbülés érzéssel, mert mindannyian azért vagyunk itt, hogy ledobjuk a karmánkat és azt a ragaszkodást megszüntessük, ami ezt a billincsbevert érzést közvetítette eddig. És utána már helyesen tudjuk használni a karmákat, mert pont azt veszed a kezedbe, amire szükséged van. Nekem két kérdésebb lenne, az egyik nagyon praktikus, a másik nagyon elméleti. A praktikus az az, hogy ha valaki lehetőségéhez képest komolyabban szeretné ezt gyakorolni, akkor pontosan mit kell tennie? Többet jelen lennie, és előbb-utóbb elvállalni egy 90 napos elvonulást, na az az, az utazó magasság 12 ezer méteren. Tehát itt próbarepülések vannak, felmegyünk 1000, 2000, 3000, mondjuk egy hétvégi az olyan 4-5000 méter magasra, akkor már a felhők fölött vagy egy kicsit, de azért még turbulencia bőven van. A 90 naposon a felszállásnak a hossza 3 hét, akkor érsz el egy utazó magasságot, ha rendesen csinálod. És utána végig, 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 végig az intenzív szándékosan egy legalább ma hármas próba, és akkor utána szépen megint hangsebesség alá, és utána nagyon lassan leszáll a jármű. És szándékosan nincsen tagsági kártya, infrastruktúra, intézményrendszer azért, hogy te gyere, te kell lesz, nem a tagságigazolványot kell, érted? Abszolút. És igaz. innentől kezdve a jelenlét a tagság. A folyamatos kapcsolat, a gyakorló, segítő hozzáállás, a szanga összetartó elve, és nem valamilyen érdekvezérelt idegen dolog. oké? Okay? Ezért ez sokkal lassabban alakul ki, de amikor megvan, tovább is fog tartani. Világos? Vannak ezek a kuan kérdések? Igen. Igen. Azt például hogyan lehet megkapni? Tehát mikor nem tudom. az ember? Tehát olyan, hogy bemész egy ilyen kis interjú szobába, és hirtelen szembe jön veled egy kuan kérdés. Kopaszon, szürkén. <laughs> és, és mikor Ezt mehet lenne az, lenne az, ember arba, az Amikor az interjú szobába belépsz, az előtt két ilyen csengést hallasz, és az elvonulások megfelelő órájában szembesülsz a kuan Néha botja is van, de nem félelmetes. Tehát akkor mindjárt többet jelen lenni. Bizony világos. Ez a régi régi módi módszer és csak működik, hogy. A, nagy, a nagyon elméleti az lehet, hogy egy kicsit erős lesz, de tényleg nagyon érdekel a dolog. Ez a halál és az, és az alvás kérdésével kapcsolatos, hogy ugye az alvást az kis halálnak nevezik. És ugye a halál túlélésének, most nagyon sok idézőjelbe, vagy legalábbis a halálon túl a tudat megő, megőrzésének az alapja az, hogy megfelelő tudati erőkre tegyen szert az ember. Amennyiben ez elvileg azt feltételezni, hogy már, hogy már az álomban is, vagy az alvásban is tudatosnak kéne maradni. Hogy megfelelő tudati ereje legyen az embernek ahhoz, hogy már az alvásban is megőrizze a tudatát. Hiszen ha már az alvásban sem tudja megőrizni a tudatát, ahol pedig a kapcsolat a testtel megmarad, akkor hogyan tudná a halálban? ahol is a ahol ahol teljes addigi, addigi tapasztalat úgy, ahogy van, elszakad. És ez ezt a kérdésem, te... hogy vajon ez előfeltétel? Tehát, előfeltétele az, hogy az alvásban igenis tudatát megőrizze az ember, az, hogyha beüt a krach, akkor ott is meg tudja őrizni jó esetben. Ezt az előfeltételt mivel gondoltad el? Az elmémmel. Az elme milyen hardvert használ? Úgy hívják, hogy test, jó, oké. Milyen hardware a testen belül az elmének a munkamódszere? Az agy. az agy. Halálban működik? Nem. Jó. Ha ezt letisztáztuk, akkor mindenki tudja, hogy amikor te testen kívül vagy, akkor az agyat tudatosan nem használhatod. Tehát amit te elgondoltál róla, az kb. olyan, mint az elméleti haditerv, ami addig tart, amíg az első puskalövés el nem dördül a harctéren. És valójában, arról az éberségről van szó, amely ülve, állva, járva, fekve, álomban és ébrenlétben, beszédben és csendben ugyanaz az éberség. Tehát nem pusztán az álomjogát érdemes gyakorolni, az ember külön álomjoga nincs, és olyan éberen ülnek, és olyan félelem nélkül halnak meg, hogy ez valami hihetetlen. Én azt látom, azt tapasztaltam, hogy a gyakorlatnak van egy természetes kihatása az álom élményére, az álom az egy próbarepülés a testen kívül, hogyha épp olyan álmod van, és te a töltött káposztát dolgozott föl a bika kíséretében, mert az is egy álom, csak akkor a testben vagy, és a testen kívüli álom az a próbakör. Ott még van energiakapcsolat, és visszatérsz, mert nem haltál meg. A halál az egy olyan testen kívüli állapot, hogy nem térsz vissza a testbe utána. Ez a különbség. Elég nagy. Elég nagy. Tehát amikor te mondjuk a gyakorlatod mantra tartalmát spontán kinyilvánítod az álomállapotban, akkor esélyes, hogy az halál állapotában is ott van melletted, mint egy kis védőállat. Oké? Okay? Az a fontos, hogy minél éberebben menjünk át a halál kapuján, amely viszont nem olyan, mint az álom kapuja. Amikor ilyen nagyon-nagyon komoly klipet kapsz belőle, az egy üzenet, hogy vigyázz! valahogy az utadat egy picit egyengessed mán. De a tudatnak van egy természetes éjszakai ürítő funkciója, ami pontosan olyan, mint amikor kiviszed a konyhából a szemetet, miután megfőzted az zöldségragút. És nem számogatjuk az zöldséghéjakat, meg ugye, méregetjük a komposzt méretét. Ezt nem tesszük. És innentől kezdve a minden pillanatban gyakorolt éberség a legfontosabb, ha ez működik, az be fog kapcsolni állomállapotban is, és nem kell külön agyban eldöntött stratégiát kidolgozni. Miért? Mert a halál állapotában nem lesz, nem lesz mivel gondolkodni. Tehát az energia és információ együtthatója az halál állapotában így visszafordul, energiád alig van, és a tudattartalom így elborít. Ez az alapállapot, ettől szoktunk félni, mert különböző manifestációk formájában ez számunkra nagyon valóságosnak tűnik. Hát erről írják a halottas könyveket. Na most, ha megfordul a dolog, és magas energiaállapotban vagy, akkor ezek az infók így nem jelennek meg, mert a gyenge tudat kivetít, a még gyengébb elhiszi, a még gyengébb reagál is rá. Az erős tudat nem vetít ki. Tehát erős és tiszta tudattal kell átmenni a kapun ahhoz, hogy te ne félj, ne vetíts ki, és akkor ugye agy már nincs, nem tudsz ilyen szerverfarmon újra billentyűzni semmit, de mész az utadon. Két apró adalék. Az egyik, hogy ezek a tanok engem is nagyon érdekeltek, amikor kezdő voltam, és nyugodtan érdekeljen téged haladó is, ha szeretnéd. De amikor én ezt megkérdeztem életem harmadik vagy negyedik visszavonulásán egy zenmestertől, aki azóta már meghalt, szerintem jól csinált azt, amit mondott. Azt mondta, ha tiszta a tudatod, nincsenek bardó állapotok. És ez egy olyan csalódás volt részemre, hogy az valami hihetetlen. Mert én vártam azt, hogy na, mi a stratégia? Mit csináljak akkor? Meg akarom tanulni. Évekig akarom gyakorolni. Igen, csak pont az, ami kellene ahhoz, hogy ez érvényre jusson a pillanatban, na, az nincs. Az agyaddal már nem tudsz gondolkodni. A testhez való viszony teljesen megváltozott, nem mondjuk leváltál róla. Nagyon-nagyon sok halotti szertartáson részt vettünk Koreában, és azért átbeszéltük, hogy itt miről van szó. És az volt a ö, mosolyogtató konklúzió, hogy tényleg zenmesterek mesterek esetében ezek a szertartások az élőknek szólnak. Miért? Mert a mesternek nincs rá szüksége. Tehát fogja, és így megy föl, és kész nem kezd el kényszerűen csellengeni jobbra-balra, mert mondjuk a vágya erre húzta, vagy a dühe arra tolta. Tehát nagymesterek esetében, ahogy azt nagyon sok halotti szertartás alkalmával átbeszéltük, nem nekik van szükségük ezekre a szertartásokra, hanem a hátramaradottaknak, nekik tanítás, nekik egy szervező erő, és egyfajta emlékezés és újraélés annak a tannak, amelyet a mester életében megtestesített. Neki nincs rá szüksége. Egyébként a régi klasszikus hegyi meditációs kultúrában, hogyha egy mester meghalt, akkor egy szívszútra vagy gyémánt feliratú paraván mögé betették a testet becsavarva, leborultak előtte háromszor, megütötték a csukpit háromszor, hogy vége a meditációjának ebben a testben, elénekelték a szívszútrát, és ennyi volt, és vitték, és elhamvasztották. Köszönöm! Szívesen!